Lehet, hogy a sütőt megnyomtam, lehet, hogy meg kinyírtam, de nem biztos. Kifejlett patkány a lakásban, erről készített telefonjával videót egy lakó a pécsi Es utcában. A Petőfiaknak környékén nagyon elszaporodtak ezek a rágcsálók, mondja egy másik ott élő stábunknak. Nagyon sok patkány van, fényes nappal mászkálnak. Fényes nappal, komolyan. Itt átreállnak leföl, az udvarba tele vannak. A lakásokba állítólag azokba szaporodnak el, amelyikben nincsenek lakók. És ott szaporodtak el legjobban. Ebben a házban az első lakás üres. Itt önkormányzati és magántulajdonú ingatlanok vannak egymás mellett. Egy korábbi lakó hagyta ezt a szemétkupacot maga után az udvaron. Ez is jó életteret biztosít a patkányoknak. A terület önkormányzati képviselője osztotta meg közösségi oldalán az itt készült telefonos felvételt. Azt mondja, közvetlenül Pécs polgármesterét kérdezte erről a helyzetről a legutóbbi közgyűlésen. A polgármester 15 napon belül ígért írásos választ, hát eddig még ezt nem kaptam meg, reményeim szerint ez hamarosan meg fog jönni, de mindenféleképpen felhívtam polgármester úr figyelmét, hogy ezzel kezdjenek valamit. A tulajdonosoknak, illetve a bérlőknek a felelőssége, hogy rendben tartsák lakóhelyüket, és ne tudjanak megtelepedni a patkányok. Csak hogy az üres önkormányzati lakások okozzák a bajt, ezért kellene a városvezetésnek lépnie, mint tulajdonosnak az ügyben, mondja a képviselő. Ha nem teszik, akkor a járványügyhöz kell fordulniuk, akik mint hatóság kötelezhetik az önkormányzatot, hogy végezzenek patkányírtást a pécsi Es utcában.